Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Mosonmagyaróváról, ahol a 12. helyezett házigazda fogadja az 5. helyen álló Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatát. Alekszandár Sztevánovics, a szegediek vezetőedzője, 4 helyen változtatott a múlt heti csapatához képest. Bekerült Szilágyi Zoltán, Rácz Balázs, Simon Ádám, illetve Kundrák Norbert is a kezdőbe, amely ennek tükrében a következő: Takács a kapuban, előtte Köncei, Temesvári, Szilágyi és Tóth alkotja a védelmet, a középpályán Rácz, Bíró, Simon, Szakály és Kundrák szerepel, elől pedig Prosser rohamozhat majd a Mosonmagyaróvár kapuja felé. A hazaiak összeállítása Heinrich Márk nevével kezdődik, őt Simita, Debreceni, Maxim, Sajbán, Vukasovics, Illés, Papszilár, Deák, Májer, illetve Vég Bence követi a kezdőben. A mérkőzés játékvezetője Bana Gergely lesz, az ő munkáját Rózsa Dávid, Ring Kevin és Kovács J. Zoltán segíti a mai napon. Alekszandár Sztevánovics sérülés miatt nem számíthat Gajdos Zsolt, illetve Pap Áron játékára. Vári Barnabás ugye már régóta a sérültek táborát erősíti. Viszont jó hír, hogy újra ott van a keretben Géresi Krisztián, illetve az a Kővári Róbert is, akit ugye kényszerűségből kellett lecserélni a múlt heti Tiszakécs kelleni mérkőzés elején, úgyhogy azért vannak némi jó hírek is a sérültekkel kapcsolatban, és ha már visszatérőknél tartunk, az a Simon Ádám, a csapatkapitány, aki utoljára január 30-án az Eto elleni hazai mérkőzésen volt utoljára a kezdőcsapat tagja, 69 nap elteltével tehát kezdőként tér vissza a kapitány, azóta ugye a Budafok elleni idegenbeli siker alkalmával pályára lépett a hajrában, kezdőként azonban most tér vissza. Tiszta fehérben láthatjuk majd a tiszaparti együttest, míg fekete mezben játszik a Mosonmagyaróvár. A két együttes eddig 5 alkalommal találkozott egymással, 3 döntetlen mellett 2 óvári siker született, úgyhogy lenne miért törleszteni a számlát. Az aktuális forma egyértelműen a szegediek mellett szól, hiszen a kék-feketék a legutóbbi 3 találkozójukat megnyerték, és az elmúlt 4 mérkőzésen egyaránt veretlenek maradtak, úgyhogy ezt a kiváló szériát lehetne folytatni. Temesvári Attila, a szegediek középhátvédje, el is mondta a mérkőzés előtt, hogy jó útra tért a csapat, és szeretnék folytatni ezt a kiváló szériát. Reméljük, hogy ez sikerül is majd. A pálya talaja hagy némi kívánnivalót maga után, nem a legideálisabb, de hát kevés olyan stadion van itt az NB2-ben, ahol hasonló színvonalú lenne a játéktér, mint a Szent Gellért Fórumban. Ezzel most azonban meg kell küzdeni, csak úgy, mint az ellenféllel. Temesvári küldi előre a labdát. Simon gyűjti be a lecsorgót, aztán a második labdára kell megküzdenie. Nagyon szépen és harcosan szerezte vissza a játékszert. Kundrák. Szakály, Bíró kérné a labdát. Ugye Papáron sérülésével Rácz Balázs került be a csapatba fiatalként. Ő megszerezte első gólját múlt héten a Tiszakécske ellen. Az volt a 3. mérkőzése a csapatban, és az első gólját szerezte. Gyorsan elvégzik a szegediek a bedobást, Rácz. Szabadrugás lesz kifelé. Rácz egyébként elmondta a találkozó előtt, hogy nagyon várta már azt a pillanatot, amikor megszerzi az első gólját. Ez ugye múlt héten következett be, és nagyon szerényen hozzátette, hogy még sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy még hasznosabb tagja legyen a csapatnak. Itt most adott a bizonyítási lehetőség. Reméljük, hogy ezúttal is élni fog vele az U19-es válogatott támadó. Nagyon aktívan és agresszíven kezdi a mérkőzést a Szeged. Jó lenne az elején megszerezni a vezetést. Tóth. Ügyesen vette át a labdát Sajbán. Kiváló a visszatámadás Könceitől. Simon. A második remek labdaszerzése volt a csapatkapitánynak. Ez egy olyan mérkőzés lehet, amely testhez álló Simon Ádámnak a visszatérés szempontjából nagyon küzdős kis találkozóra van kilátás. Ugye a Mosonmagyaróvár nemrég esett át egy edzőváltáson. Supka Attila múlt héten a Budafok ellen debütált a kispadon, egy 1-0-ás vereséggel tette mindezt.
Ugye Sukka Attila neve ismerős, lehet korábban irányította a Szegedi Együttes. Rajta kívül még egy régi ismerős neve tűnhet fel a Moson-Magyaróvár összeállítását. Böngészve ott van a védelem tengelyében Deák István, aki korábban 34 mérkőzésen két gólt szerzett a Szeged Csanád Gosics Akadémia játékosaként. Bíró, ő szerezte a győztes gólt a Tisza Kécske ellen. Egy hosszú góltalan sorozatot zárt le ezzel a támadó. Az volt a negyedik gólja egyébként a szezonban. Szilágyi. Máj elkapja itt a jobb oldalon. Tóth próbálja beérni őt, és úgy látszik, hogy ez sikerül is neki. Nincs még kint, Májer. Kundrák lépett vissza remekül, és tisztázott a felfutó Simita elől. A két együttes őszi mérkőzésén 1-0-ra nyertek az óváriak a Szent Gellért Fórumban. Az első félidő hajrájában volt egy rendkívül szerencsétlen szabadrúgás szegedi szempontból. Gyakorlatilag az egyetlen helyzetét akkor gólra váltotta a Moson-Magyaróvár azon a találkozón. Ide-oda pattog a labda a bedobást követően, de megvan szerencsére. A csapatkapitány Debreceni András kavargatott. Levágódik a labda, de Simon ott terem, és szabadrugás befelé. Hát nem vagyok róla meggyőződve, hogy jó ítélet született. Szerintem a labdát hozta el Simon. A játékvezető azonban szabadrugást ítélt. Épp azt kezdtem el mondani, hogy ez már a harmadik jó ütemű labda szerzése lehetett volna így Simonnak. És hát tulajdonképpen az is volt, csak a játékvezető lefújta. Hát nem lehet nyugodt az ember, hogyha szabadrugáshoz készülődik az ellenfél, pláne akkor nem, hogyha ilyen közelről és viszonylag szemben Takács János kapujával, és annak tudatában meg végképp nem, hogy ősszel egy szabadrugás gól döntötte el a két együttes összecsapását. Ötödik perc, lássuk, mi lesz ebből a szabadrugásból. Egy lövés, Takács megfogja, és ki sem pattan róla. Nagyon határozott volt a szegedi kapus. Sajbán Miklós kísérletezett. A leshatáról lép ki Prosser, és nem emelkedik az ászló. Átemeli a kapus Prosser, és kivágják a gólvonalról. Rácz szerezhetett volna gólt, de az utolsó pillanatban menteni tudott az egyik óvári védő. Nagyon nagy helyzet volt. Hát izgalmasan kezdődik a találkozó. Tóth bedobása után Kundrák próbál leválni emberéről. Kint volt már, szegedi dobás lesz. Tóth. Jól mozgott el az üres területbe Szakály. Tóth. Ja, Tisza Kécske elleni győztes gólt megelőzően Tóth adta be középre a labdát, vagyis nem, az egyenlítő gól előtt, bocsánat. A balbek jobbal tekert középre, és azt a beadást tudta befejelni Rácz Balázs, aki most nagyon közel volt ahhoz, hogy ismét betaláljon. Látszik rajta, hogy nagyon jót tett számára az a találat, felszabadító hatással volt. Biztos vagyok benne, hogy lesz még helyzete a mai mérkőzésen. 7. perc. Simon gyűjti be ezt az előre küldött labdát, Debreceni. A legbiztosabb megoldást választotta a korábbi utánpótlás válogatott hátvéd. Jól ismerhetik egymást Simonnal, hiszen mindketten tagjai voltak az Egervári Sándor féle VB bronzérmes U20-as válogatottnak. Szakály! Lemarad az egyik hazai játékos. Tóth Bencéről pattant le az ápolásra szoruló játékos. Jól láttam, akkor Maxim az, aki
Kap egy kis borogatást a homlokára. Úgy tűnik, hogy folytatni tudja majd a játékot. Tótnak egyébként abból a szempontból figyelnie kell, hogy 4 sárgája van már, tehát hogyha most kap egyet, akkor kihagyja a következő szerdai Ajka elleni rangadót. Elég sűrű most a program. Szerdán az Ajka érkezik a Szent Gellért fórumba, utána pedig a Kozár Michelin vendége lesz majd egy hét múlva vasárnap a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Henrik készülődik kirúgáshoz. Pap Szilárd nyitott neki, de inkább a hosszú kirúgást választja ezúttal is a hazaiak hálóőre. Szakályról ment ki, dobhatnak a hazaiak. Simita nézelődik társak iránt. Szilágyi, jól előzte meg emberét, Kundrá kicsit a háta mögé jött a passz. Simita el is vette tőle, aztán Szakály tüsténkedik ott. Maxim került a földre, hathatós közreműködéssel. Szabadrugással jöhet az óvár. Tizedik perc, Maxim, illetve Illés állnak a labda mögött. Illés tekeri középre végül. Debreceni emelkedett, aztán Könce is tukkolja ki a hosszú oldalon. Úgy tűnik, hogy elhárult a veszély, így meg aztán pláne. Sajbán tette haza kapusának a labdát. Lesről lépett vissza Illés, így aztán szabadrugás lesz kifelé. Gyorsan el is végzi Szilágyi. Simon! Szilágyi. Köncei kapja a jobb oldalon. Történt egy szabálytalanság. Prosser tűnt el a sűrűben. Az asszisztens egyből jelezte, hogy itt szabálytalanság történt, úgyhogy... meg volt most a kellő összhang a játékvezető, illetve az asszisztense között. Szakály, illetve Prosser beszélik meg, hogy melyik figura következzen. 11. perc. Prosser végzi el a szabadrugást, a hosszú felé jön, Debreceni fejelte ki Temesvári elől. Simon! Biztos passzra bíztatja Stevanovic kapusát. Kundrák. Bedobással jöhetnek a szegediek. Rácz lépett vissza labdáért. Megy a fogócska rendesen. Tóth. Bíró. Megmenti még. Bíró. Kiharcol egy bedobást. Nyert körülbelül egy 10-15 métert ezzel csapata számára. Tizenkettedik perc. Ismét Tóth kezében a labda. Szakály. Jaj, de finom csel volt. Szakály, már a 16-oson belül jár. Szakály, ez a csel is jó. Beteszi ballal középre. És kifejelik. Így pedig aztán a kapus zsákmánya lesz a labda. Azonnal küldi előre. Le tudta venni sajnos Mayer.
de a második hullámban nem érkezett megjátszható társ, és a szegediek nagyon fegyelmezetten visszazártak egyből. Pap. Ez így Takácsé lesz. Szilágyi azonnal biztosított is neki, de Csajbán egyébként sem forszírozta annyira a labda begyűjtését. Höncei elcsúszik bíró talpa alatt, de azonnal visszatámad, és ezáltal hibára késztette Végbencét. Rácz ügyesen vette át, Köncei egyből tekeri középre, Kundrák van egyedül középen. Most fejlődött fel az akcióval, Tóth Bence ballal be középre. Egy sarkazási kísérlet Kundráktól. Temesvári ragyogó fejes volt, Prosser. Egy hosszú indítás, jön ki Takács a kapujából, és kifejeli oldalra. Nagyon jól élt együtt a játékkal a szegedi kapus. Nagyon magabiztosan mozdult ki a kapujából Takács. Szilágyi. Tóth. Kundrák azonnal elindul, de leste ezt az átadást Simita. Temesvári leült közben a földre is. Szemmel láthatóan fájdalommal küszködik. Ő nem az a szimulálós fajta egyébként sem, hát mondanom sem kell, hogy mekkora érvágás lenne, hogyha kidőlne Temesvári Attila. Érkezik is az orvosi stáb. Az előbb volt egy elég kemény ütközete Temesvárinak az előre küldött labdánál. Májer Ádám majd gyűlt meg a baja, könnyen lehet, hogy abból származik az a sérülés, ami miatt tápolásra szorul a szegedi bek. Hát belső védőposzton nem igazán van alternatíva a szegedi kispadon. Ugye a kapuban, vagy kapusposzton Molnár Farkas Tamás vár bevetése készen, őt Gera, Farkas, Kővári, Szatmári, Lestján, Géresi, Rédling, illetve Haruna követi a kispadon. Bár ugye Tóth Bence képes belső védőt játszani. Elképzelhető, hogyha cserére lesz szükség, akkor a szerkezeti átalakítással is jár majd. Egyenlőre tehát 10 emberrel a szegediek. Rácz jól fedezi a labdát. Kundrák. Jól tartja, Kundrák még. Nagyon keményen és agresszíven védekeznek a hazaiak, ahogy azt sejteni lehetett. Küzdős kis csapat a Mosonmagyaróvár. Szilágyi. És Kővári elkezdett melegíteni a szegedi kispadnál. Egy párharcot követően rosszul esett, és amiatt kellett lecserélni a Tiszakécske ellen. És nagyon úgy néz ki, hogy Temesvári nem tudja folytatni a játékot. Kővári Róbert érkezik majd a helyére ebben a pillanatban. És akkor Tóth Bence valószínűleg behúzódik középre. Kővári pedig a balbek pozíciójában. Hát ez nem csak a mai mérkőzés miatt lehet aggasztó, hanem a folytatásra nézve is. Na de nézzük a szögletet, ami biztató lehet. Az oldalhálóban landolt a labda. Rátéje!
Simita felé száll a labda, meg is tudja csúsztatni Tóth. Az a teszi Takácsnak, Mayer támadja őt, úgyhogy iparkodnia kell. Előre is teszi. Jó a csúsztatás Ráctól. Kundrák pedig lendületesebb, mint Simita. Kundrák még mindig az alapvonal felé húz. De nem tudta megverni egy az egyben a védőjét. Hú, de nagyot kapott Szakály, ez akár lap is lehetne. Nyújtott lábbal csúszott rá ugyanis az Óváriak játékosa Vukasovics. Simon próbálja meggyőzni a játékvezetőt, hogy adjon egy sárgát, de úgy tűnik, hogy Bana Gergely hajthatatlan. Be kell érni a szabadrugás lehetőségével. Kilencedik percben járunk, ígéretes lehetőségként foghatjuk fel ezt a szabadrugást, amelyet Szakály Dénes fog elvégezni. Élesen a kapu elé lövi, nem volt rossz az elgondolás, a kapusok rémálma az ilyenfajta középre tett labda, hiszen elég, ha csak egy lábon megpattan, akkor védhetetlen lesz a lövés. Hoppá, a nézőket is bevonták most a játékba a felek. Szakály dobja hátra Tótnak. Köncei. Szilágyi. Deák biztosít, a labda pedig elhagyja az alapvonalat, így aztán kirúgás lesz. Ezúttal nem hosszan rúgja előre a kapus, viszont nehéz helyzetbe hozza Debreceni, hát alig ha így tervezték ezt a labda kihozatalt a hazaiak. Subka Attila szét is tárja karjait, ma is kérdően néz játékosaira. Hát ezt az ajándékszögletet jó lenne kihasználni valahogy. Huszonegyedik perc, szokás szerint Szakály Dénes áll a labda mögött, de a játékvezető precíz ember. Pont a vonalról kell elvégezni a sarokrúgást. Most már minden készen áll. Jöhet Szakály szöglete a 21. percben. Hosszú felé kanyarodik. Debreceni kis tukkolja. Prosser. Simita csúsztatja ki, és akkor most figyelni kell, hogy kontrázzanak a hazaiak. Maxim. Simita. Remekül lépett vissza Bíró Bence. Nagyon fontos szerelés volt, hiszen így vissza lehet rendeződni, és oda lett a kontra lehetősége a Mosó-Magyaróvár számára. Maxim, Simita, Vukasovics át a túloldalra, Köncei. Kipattanónál is figyelni kell, nem volt les, jön az újabb beadás, ezt Kővári hatástalanítja, de középre megy a fejes. Kemény csata volt, de mehet tovább, Simon állt be ellenfelének. Újabb beadás, és aztán szöglet lesz. Szilágyi mentett a berobbanó Mayer elől. Huszonkettedik perc. Illés készülődik sarokrúgáshoz. Nagy ívben kanyarodik a labda Debreceni felé. Nagyon szép védés volt Takácstól.
Kimondottan jó volt a fejes. Jó ívben szállt a labda, de talán nem volt kellően erős ahhoz, hogy becsapja a szegedi kapust, aki nagyszerű reflexel vetődött rá a labdára. Egyelőre nagyon magabiztos Takács János, ugye a szabadrugásnál sem pattant ki róla a labda, és most is gyönyörűen halászta le a levegőből. Kővári. Szabadrugás lesz. Kővárit faltolták. Túl vagyunk az első félidő felén. Egyelőre nem született gól. De hát, ha majd ebből az akcióból Kővári. Ott van még a labda. Még mindig ott van, Kundrák szerzi vissza, Szakály. Simon. Simita. Jó volt a visszatámadás ezúttal is Kundráktól. Nagyon jó az átmenetekben most a szegedi csapat. A labdavesztést követően azonnal megtámadják a legközelebbi ellenfél játékosát, illetve a labdás játékost. Simon. Strandfociba illő jelenetek. Rácz, hát a labdát hozta el. Vukasovics került a földre. Aztán a sértet forgat át a túloldalra, Debreceni. Deák. Pap. Simita szaporázza lépteit itt a jobb oldalon, és megmentette még a labdát. Átszáll a hosszúra, de ott Köncei az úr. Eljut a labda Prosserig, és akkor lehet egy jót kontrázni. Prosser még mindig nem tudják megállítani szabálytalanul sem, és eljut a labda Szakályhoz. Kundrák kioszt egy kötényt, aztán buktatják. Hát, nyilvánvaló fault volt, de mehet tovább a játék. Vukasovics, most szétszakadt a pálya. Maxim fejlődött fel a jobb oldalon. Kővári védekezik vele szemben, és aztán Tóth bólintja ki a rövid oldalnál, de lemarad a földön. Meg kellene állítani a játékot, ugyanis fejsérülésről van szó. Azonnal le kellett volna ilyenkor fújni. Jön is az ápolás. Gyakorlatilag telibe talált a fejjel a labda Tóth Bencét. Hát mondanom sem kell, hogy mekkora gond lenne, hogyha ő is kidőlne. Ugye azoknak mondom, akik esetleg később csatlakoztak be, hogy Temesvári Attila megsérült, így kényszerűségből már egyszer változtatott Alexander Stevanovics, Kővári Róbert érkezett Temesvári Attila helyére, és ennek nyomán csúszott be a védelem közepébe Tóth Bence, akit most ápolni kell. Simon instruálja a csapattársait. Szemmel láthatóan az ő visszatérése egyfajta stabilitást adott a középpályának. És hát egyébként is egy motiváló személyiség. Jó jel, hogy Tóth Bence talpon. De az sarokrugás idejére 10 emberrel a Szeged. Illés tekeri középre, Szilágyi bólintja ki, és aztán Prosser szabadít fel, sőt, mi több, akár indítja is Kundrákot. Nem tudta azonban birtokba venni a labdát a szegediek bal szélsője. Már játékra jelentkezik Tóth Bence. Na most egészült ki a szegedi csapat. Deák. Egy hosszú indítás, les volt. Remek volt a védekezés szegedi részről. Ugye Mosonmagyaróvár az újonc, az előző szezonban 100 pontot gyűjtve nyerte meg az NB3 nyugati csoportját.
Szegediek pedig az előző szezonban a klub fennállásának legjobb helyezését produkálták, ugye a negyedik helyen zárták a szezont, sokáig jó esély kínálkozott a dobogóra, sőt, mi több a feljutást érő második hely megszerzésére. De idén még adott a lehetőség, hogy túlszárnyalja a tavalyi eredményt Alekszandár Sztevánovics csapata. Szerintem mindössze 2 pont a hátránya, harmadik helyezett Gyirmóttal szemben. Nagyon fontos lenne ezért itt begyűjteni a 3 pontot. Léptünk a 29. percbe. Deák kicsiben végzik el a szabadrugást a hazaiak. Debreceni. Simon leste a paszt, és bevetődve tisztázott Illés elől. Köncei úgy szerelt, hogy az ellenfél rábáról csorgott ki a labda oldalra. Jó üzletet csinált. Újabb dobás lesz, megint csak Köncei végezheti el a partdobást. Bíró csúsztatja meg. Sikerült lelassítani az akciót, és így vissza is lehet zárni. Prosser lépett vissza emberével. Illés, nem volt les, jön a beadás, Kundrák, Illés nem tudta megjátszani Deákot, köszönhetően Bíró Bence közbelépésének. Hátrébről kell elvégezni a bedobást. Debreceni. Simita. Hát a mögé jött a labda, és azonnal olvasta a játékot Kundrák, és elindította a letámadást. Nagyon egységes volt ez a pressing szegedi részről. Bíró Lesről lépett vissza, így nem is mozdul a labdáért, ellenben Kundrákkal. Simita azonban kifedezte. Tóth. Szépen nyerte meg Sajbánnal szemben a fejpárbajt, aztán Simon egyből előre, és végül Henrik kapusnál köt ki a laszti. Köncei határozott volt. Csak úgy, mint most. Az indítás viszont nem volt kellően pontos. Szilágyi küzdhet meg a labdáért. Lecsorog. Simon besegít Könceinek, és aztán így sikerült hátrafelé passzra kényszeríteni az ellenfelet. Simon a földön pókfociban is jeleskedik. És aztán Szilágyit látja szabálytalannak a játékvezető. Hát, ahogy azt sejteni lehetett előre, elsősorban a küzdelem dominál. Nyilván a pálya talaja nem feltétlenül segíti elő a látványos rövidpasszos játékot. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy elsősorban a párharcok dominálnak. A 32. perc vége. Lássuk, mi sül ki ebből a hazai szabadrugásból. A hosszú felé jön a labda, többen is ott vannak. Debreceni fejéről vágódott le végül az alapvonalon túlra. Tóth.
Simo most behúzódott Szilágyi és Tóth közé, hogy lekérje a labdát. Korábban Szakály tette meg ezt. Elősegítve ezáltal a labda kihozatalát. Hajszál pontos labda Tóttól, Kővári. Átforgat a jobb oldalra, Prosszert keresi. Tehát Deák legalább egy fejjel magasabb, mint Prosszer. Ki is használta ezt most az egykori szegedi bek. Takács. Tóth. Kundrák. Eljut így a labda Kővárihoz. Dobás lesz. Fájdalmas arccal terült el a földön Vég Bence. Simon vitte a földre. Jön Takács a kapujából, szól a társaknak, hogy jó. És fel is szedi a labdát. 34. perc, továbbra sincs gól a Mosó-Magyaróvár és a Szeged összecsapásán. Tóth. Nem nagyon támadják őt. Bíró ragyogóan vette át a labdát. Bíró üresen kapja Prosszer a jobb oldalon. Prosszer még befelé húz. Nem lövi el, csak most levágódik. Ott lehet a helyzet. És Rácz elől tisztáznak. Prosszer át a hosszúra, és Deák fejeli ki. Kővári robban rá a kipattanóra. És aztán végül Simita szabadít fel. Nagy lehetőség volt, de nem jutott el lövésig Rácz Balázs, pedig gyakorlatilag az ötösön vehette át a labdát. Igaz, háttal volt a kapunak, és mögötte volt három védő, de ezzel együtt egy nagyon ígéretes helyzet volt a szegedi csapattól. Kondrák, ügyes átforgatás. Most érezhetően sebességet váltott a szegedi alakulat, Simon. Tóth. Bíró. Megtalálta őt Szilágyi labdája. Köncei. Szilágyi. Szakály, bocsánat, most Szilágyi. Köncei. Fegyelmezetten védekeznek továbbra is a hazaiak. Türelmesen járatja a labdát a Szeged. Tóth. Szép labda, nem volt les, Kővári. Ügyes a csel, Kővári, hát föltartották őt, és kifelé a szabad rúgás. Hát... megmosolyogtató játékvezetői ítélet volt ez. Maxim nem akarta megjátszani a labdát, egyszerűen csak beállt Kővári elé. És várta a lehetőséget, hogy eldobhassa magát. Nem ez volt egyébként az első alkalom, amikor Tóth Bence nagyszerűen lépett be a támadásba, és egy jó indítással ugratta ki csapattársát. Tóth ezúttal fejjel küldi előre. Ezért mérkőzés közben nem egyszerű egyik posztról a másikra átkeveredni. Más automatizmusokhoz szokik az ember, és ezt figyelembe véve egyelőre Tóth érzésem szerint nagyszerű teljesítményt nyújt, hiszen balhátvédként kezdte a meccset, és aztán kényszerűségből húzódott be a védelem tengelyébe, ahol azóta sallangmentesen játszik. Ápolás, nem marad a hazaiak játékosa, ha jól látom. Vég Bence az, aki ápolása szorul, de Májer Ádám az, aki lebattyog, és úgy tűnik, hogy nem is tudja folytatni a játékot. Csalódottan csóválja a fejét. A kispadon pedig Nagy Zoárd öltözködik. Megtapsolja a publikum.
Ez a második kényszerű csere a mérkőzésen, ugye Temesvári Attilát kellett a szegedi csapatból lecserélni sérülés miatt. Tóth, nagyszerű labda volt megint csak. Csak kicsit magasra pattant, így aztán nem tudta megjátszani a Strác. Na de majd hát, ha most Bíró. Köncei. Nehéz labda volt, de csak le tudta simítani mellel. Most lehet cserélni. Nagy Zoárd érkezik tehát a megsérülő Majer Ádám helyére. Jó háromszögezés. Bíró, megvan az még, Simon. A bokáját fájdalja egyébként a lecserélt Mayer. Most kap rá egy kötést. Köncei. Szilágyi, nagyon higgadt megoldás. A frissen beállt Nagy Zoárdot csapta be ezzel. Negyvenedik perc. Maxim. Elcsorog a labda Kővári lába között, de aztán remekül zár vissza a bal hátvéd. Leállják a passzolási lehetőségeket a hazaiak, így aztán minden bizonnyal hosszú kirúgás jön majd. Szilágyi. Rácz. Meg tudta csúsztatni, de Deák számított erre a megoldásra. Most viszont elvétette a labdát a hazaiak hátvédje, így aztán Prosser dobhat. Átadja ennek lehetőségét Könceinek. 41. perc, jó lenne itt a hajrában betalálni. Kirúgás, nem tudta megszelidíteni a labdát Prosser. Alig, ha nem a pályatalaja is közrejátszott ebben. Néha kimondottan nagyot pattan a labda egy-egy átadásnál. Egész nap esett az eső itt Mosonmagyaróváron, a kezdést megelőzően sütött ki csupán a nap. Ezek szerint Kundrákot érte utoljára a labda, mielőtt elhagyta volna az oldalvonalat. Hát ez magas lábnak tűnt így elsőre. Illés átforgat a bal oldalra, Deák, Sajbán. Deák kérné vissza a labdát, de nem jut el hozzá. Köncei, higgadt megoldás, szép összjáték. Bíró. Kicsit a háta mögé jött a labda, így nem tudott átforgatni a bal oldalra. Nagy küzdelem, Nagy Zoárd és Tóth között. Kővári pedig nevető harmadikként előre küldte. Három perc van hátra az első félidő rendes játék idejéből.
Erik. Nagy helyezkedés megy ott középen. Szabad rúgás lesz. Perc van már csak hátra az első 45-ből. Deák állítgatja a labdát. Sípszóra lehet csak elvégezni a szabadrugást. Simonnal vált néhány szót Bana Gergely játékvezető. Véget ért a párbeszéd, most lehet elvégezni a szabadrugást. Pap. Debreceni, mint utolsó ember. Nem a legjobb helyre, Szakály. És akkor most hát, ha lehet ebből fordulni, Rácz. Bíró, jól állt be ellenfelének, Bíró még mindig. Nagy kedvel futballozik Bíró. Szakály. Simon üres a középpálya tengelyében. Nagy Zoárd leste az átadást sajnos. Sajbán. Könceinek kell résen lennie. Jön a beadás. Takás nagyon magabiztos. Nem volt veszélytelen ez a beadás, hiszen Maxim berobbant középre, de végül is magához ölelte a labdát a kapus. Tóth. 2 perc lesz egyébként a ráadás. Volt 2 csere, illetve ápolás is. Ez indokolja a hosszabbítást. Simon. Tosser kapott egy nagyot. Akár sárgát is érne. De ezek szerint továbbra is lapok nélkül vezeti a mérkőzést Bana Gergely. Ebben a pillanatban letelt a 45 perc. És elindult a 2 perces túlóra. A 6. perc, Szakály Dénes küldi középre a labdát, Henrik lehúzta. Kundrák meggátolta a kapust abban, hogy azonnal előre küldje, így aztán sikerült visszazárni. Szilágyi. Kővári dobhat, Tóth, egészen Takácsig kerül hátra a labda, Szilágyi, 1 perc van már csak hátra a jelzett ráadásból. Szilágyi, Köncei kapja, de nem marja. Könnyen lehet, hogy ezzel ér véget az első félidő, ugyanis az órájára pillantott a játékvezető, de egyenlőre még nem fúj a sípjába. Henrik elég furcsán találta el a labdát. Simita azt meg, mintha kézre pattant volna, mehet tovább. Simon gyűjtötte be a labdát. Tóth, Simon, Szilágyi, és itt a vége az első félidőnek. Nem született gól az első 47 percet követően a Mosonmagyaróvár és a Szeged összecsapásán. Ahogy azt sejteni lehetett, sokkal inkább egy fizikális, egy küzdős meccset látunk, semmint egy izgalmasabb
szép játékot hozó mérkőzés, de bízunk benne, hogy a másik fél időben látunk majd szegedi gólt. Addig is maradjanak velünk, rövidesen jövünk a folytatással.
Mindkét csapat megérkezett már a pályára, úgyhogy rövidesen elkezdődhet majd a második félidő. Supka Attila cserélt a szünetben, nem jött ki a folytatásra Sajbán Miklós, így az ő helyére Nagy Kevin érkezett. Hát úgy látszik, hogy a hazaiak mestere nagyon akarja a sikert, hiszen Nagy Zoárd után most már Nagy Kevint is a pályára küldte. Meglátjuk, hogy ez milyen változást hoz majd a hazaiak játékában. Stevanovics mester nem változtatott, ugye egyszer már kényszerűségből kellett cserélnie. A találkozó elején Temesvári Attila megsérült, az ő helyére Kővári Róbert érkezett. Tehát négy változtatási lehetősége maradt a Tiszaparti együttesnek. Ebben a pillanatban pedig el is indult a labda a második 45 perces útjára. Deák, Köncei szépen hámozta ki magának a labdát, aztán Simon küldi előre. Rád szaporázza lépteit, de debreceni előnyösebb helyzetben. Szilágyinak kell figyelnie, és makulátlanul meg is oldja a védő munkáját. Ami egyébként a többi eredményt illeti, és ami talán a legfontosabb, az Ajka 3-0-ra vezet Tiszakécskén, ugye a szerdai soron következő ellenfele lesz az Ajka a Szeged Csanád Grosics Akadémiának. Hát eléggé gólzáporos mérkőzéssel hangol, úgy fest a Veszprém megyei együttes a szegedi turnéra. Az összes többi találkozó pedig döntetlenre áll. 47. perc. Illés küldi előre ezt a szabadrugást, Takács nagyot kiállt, és aztán magához húzza a labdát. Hiába végzett ott egy zavaró repülés debreceni. Ezúttal is nagyon magabiztosan mozdult ki a kapujából Takács. Ha az első félidő pozitívumait keressük, akkor mindenképpen meg kell említeni Takács János magabiztosságát, illetve ugyan blokk a szegedi védelem nagyon rendben van, stabil lábakon áll, még úgyis, hogy Temesvári kidőlt. Köncei. Deák zárta ki a játékból Prossert. Viszont összehoz egy szögletet, mert csinesen tette haza a labdát. Emlékezhetünk, az első fél időben is volt egy furcsa megoldása a hazai védőknek, akkor debreceni passzolta ki szögletre a hazatett labdát gyakorlatilag. Hát ha most sikerül kihasználni ezt az ajándékszögletet. 48. perc. Prosser vallal középre, a laposan a rövid oldal felé. Átvágódott mindenki feje fölött a labda. És most figyelni, nehogy kontra legyen. Nagy Kevin. Hárman is elindultak a hazaiaktól, ebből még így gond lehet, egy lövés. És vezetnek a hazaiak. Illés Dávidot ünneplik a csapattársak, az ő góljával jut előnyhöz a Moson-Magyaróvár. Hát derültékből villámcsapásként jött ez a gól. A szegedi csapat végezhetett el egy szögletet, és aztán egyszerűen villanás alatt váltott védekezésből támadásba. A Moson-Magyaróvár 3-3-ban vezethették a labdát a szegedi védelemre. Illés pedig nem vacakolt, nem passzolt, hanem rászúrta a labdát, és a labda utat talált Takács János hálójába. Előnyben tehát a hazaiak. Hát egy ilyen mérkőzés, egy ilyen típusú találkozón sajnos nagyon fontos, hogy melyik csapat lövi az első gólt, de múlt héten láthattuk, hogy a szegedi csapat képes hátrányból felállni, ugye a Tiszakécske is a második félidő elején szerzett vezetést, és aztán Rácz, illetve Bíró góljaival sikerült fordítani. Bizakodjunk egy hasonló forgatókönyvben. Bíró, Köncei, Vukasovics simította le a labdát.
Megvan az a labda, Simon szerezte meg. Újból a csapatkapitány. Nagy Zoárd. Rosszerta sajtott egyet rajta, előnyszabály. Szilágyi teszi haza Takácsnak. Átpattan a labda mindenki feje fölött. Szép kakaskodás, Kundrák kapott egy nagyot. És aztán összeszólalkoznak egymással. Pap Szilárd volt az, aki földre vitte a szegedi játékost, majd aztán elindult a kakaskodás. Sárga lapot kapott a hazaiak hátvédje. Ez volt a Pap. Én úgy láttam, hogy csak Pap Szilárd kapott sárga lapot. Hiszen csak egyszer mutatta fel a sárgát a játékvezető. Ez volt az első sárga a mérkőzésen. Simon? Bíró lépett be a támadásba, és megmenti még a labdát az alapvonal előtt. Kundrák tekeri középre laposan, levágódik. Szakály elől kipiszkálják. Maxim nem tudta átvenni. Itt a húsvéd, itt a nyúl, MTS-eket 3-0. Alaposan megfuttatja Takácsot Szilágyi. Jó perdítés Kundráktól. És az átadás is szép volt Bírótól, ez pedig így egy kimondottan formás kis akció. De sajnos csak eddig tartott. Remek a visszatámadás Kundráktól. Kővári hozhatja így el a labdát. Elpattan Bíró talp alatt, pont annyira ért bele Vukasovics, hogy ne legyen jó a szegedi játékosnak. És megint egy kontra. Simon nagyszerűen zárta a passávot, de visszakerül ismét a labda a hazaiakhoz. Nagy Kevin Deákkal játszik össze. Tett egy tiszteletkört, majd aztán oda passzolt a bírónak a labdát. Simon sokat szorra szerelt becsúszva. Deák. Végig félpályáról tette haza kapusának a labdát. Nem megy ész nélkül fejjel a falnak a Mosó-Magyaróvár. A türelmesebben is játszhat Csupka Attila együttese, így, hogy megvan nekik a vezetés. Maxim. Vukasovics. Vissza Maximhoz. Befelé húz Maxim. Egy kis flipper. És aztán Tóth Bence vágja ki. De nem a legjobb helyre. Maxim. Illés próbálkozott. Deák lopja a távolságot, majd ellövi. A blokkról vágódott mellé, így aztán szöglettel jöhetnek a hazaiak. Kilencedik perc a második félidőben. Óvári sarokrúgást figyelhetünk. Ott egy bólintás. Tóth rúgja ki. Az ismétlés is levágódik. Azt is sikerül blokkolni. Egymást zavarják az óváriak. Ott van még a labda. Egy lövés kapu mellé. Hát, furcsa jelenetek játszottak le a szegedi kapu előtt.
ide-oda pattogott a labda, de szerencsére sikerült megúszni, kapott gól nélkül. Túlságosan hosszú volt a labda, Kundrák azért elindult rá becsületből. Tóth. Az a simítja fejjel Takácsnak, és aztán már kapja is vissza a labdát. Simon. Szilágyi. Nem nagyon jönnek a társak föntről, Szakály lépett be egy kicsi játékra, és aztán már a bal oldalon építheti támadását a Stevanovic legénység. Tóth. Kundrák azonnal támadja őt, Vukasovics hátulról, de szabálytalanul tette mindezt, úgyhogy szabad rugás. Sajnos nincs már ugye Temesvári, aki az első számú célpont az ilyen pontrugásoknál. Kicsiben végzik el a szegediek, Kővári. Kundrák tekeri középre, levágódik a labda, és aztán Nagy Kevin húzza ki Köncei elől. Szakály haza Takácsnak. Befutja a szegedi kapus. Tóth. Hajrántője! Deák. Elméretezte ezt az indítást. Talán megzavarta őt bíró letámadása. Szakály. Hosszúnak tűnik a labda, de bíró nagyon becsületesen elindult iránt érte, nem tudta már megmenteni. Ebben a szezonban kétszer játszott már Győrmoson, Sopron vármegyében a Szeged, és mind a kétszer 3 ponttal gazdagodott. Az Etó Parkban 2-1-re sikerült nyerni. Akkor Gajdos Zsolt, illetve Szilágyi Zoltán találatainak köszönhetően sikerült 2-1-re nyerni, a Gyirmót FC Győr otthonában pedig Szakály Dénes góljával 1-0-ás diadalt aratott a kék-fekete csapat. Az Eto ellen egyébként hátrányból sikerült fordítani. Miró. Megint fölpattan a labda, azért ezeknél az átadásoknál látszik, hogy nem egy biliárdasztalon mérkőznek a felek. Szabadrugást kapnak a hazaiak, és kap egy sárgát Tóth, ami nagy baj, hiszen azt jelenti, hogy nem játszhat szerdán az Ajka ellen, ugyanis ez volt az 5. sárga lapja a szezonban. Hát ez abból a szempontból még inkább fájó, hogy Temesvári Attila ugye megsérült, és nem tudjuk, hogy mennyire súlyos az ő sérülése. Vári Barnabás hosszú idő óta, egy hosszú ideje sérüléssel küszködik. Komoly fejtörés lesz ez a szegedi szakmai stábnak, hogy hogyan és kivel pótolják majd a belső védőket szerdán. Takács nagyon határozott. Szegedi csapat egyik legjobbja, Takács. Rác, most van előtte terület, jó labdát kapott Könceitől. Kérné is vissza a jobb hátvéd, Rác betekeri középre, de ez nagyon mély volt.
jól számította ki a labdaivét Szilágyi. Kővári. Lehellett finom passz, Bíró. Szakály fejlődött fel a támadással. Megmenti még Bíró. Simon. Ügyes összjáték, jól tartja a labdát a Szeged. Kővári. Ez a passz most nem volt pontos. Tóth. Szakály. Szabad rugás lesz. Akár ez is lehetne sárga lap, hogyha az előbb Tóth Bencét besárgázta a játékvezető, de úgy tűnik, hogy ezúttal megúszta lap nélkül a vétkes. Negyed óra telt el a második félidőből. Szakály Dénes mutatja a figurát. A hosszú felé kanyarodik. A labda Szilágyit kereste volna, de három védő is szendvicsbe fogta az előre húzódó bekket. Köncei. Tóth, mint utolsó ember. Nem jutott el Kundrákhoz. Simon. Újból Simon. Aztán Deák, debreceni fejeli vissza. Szilágyi nagyon határozott volt, aztán a játékvezető némi hezitálást követően lefújja az esetet. Két-három ütemet kivárt a sípmester. A 18. perc a második félidőben. Illés áll a labda mögött. Vukasovicsal játszik össze. Nagy Kevin kapja a bal oldalon, ketten is ott vannak előtte, és győzött a túlerő. Prosserről vágódott le a labda. Deák kezében a labda. Simon takarít. Köncei lépett oda keresztezni. Nem volt még kint, viszont Szilágyi el tudja így hozni. Nem volt kockázatmentes ez a bedobás. Tótnak kell kivágnia. Kundrák. Bíró, nagyon agilis. De aztán egy újabb labdavesztés. Nagy Kevin. Az alapvonal felé húz, beteszi középre. Szilágyi emberhez. Prosser. Nem volt a legjobb megoldás, de aztán visszaszerzi Prosser. Szakály. Prosser. Takács, ő már nem adhatja hátrébb. Jó a labdája Kundráknak. Sajnos ezeknél az előre ívelt labdáknál azért általában győz a fizikális fölé. Nagyon jó felépítésű védői vannak a Mosó-Magyaróvárnak. És a fejpárbajok többségét sajnos megnyerik.
debreceniék. Szakály. Köncei. Szakály húzogat. Rosszer. Sarokkal tovább Szakály, Köncei. Simon. Kundrák. Maxim választotta előtt a labdától, és egy újabb kontra lehetőség a Moson-Magyaróvár előtt. Simita a 16-osnál jár, átteszi a hosszúra, Nagy Kevin érkezik ott. Jön az erőből középetett labda Tóth. És aztán Köncei, de visszakerül a labda a hazaiakhoz, Maxim. Simon kap egy szabad rugást. Az látszik, hogy nagyon veszélyes kontrákból a Moson-Magyaróvár. Ugye a gól is egy ellentámadásból született, és most is azért voltak meleg pillanatok a szegedi kapu előtt. Na de hát, ha sikerül rá válaszolni, Kővári kap szabadrúgást. Szép szóló volt. Dicsérjük meg Kővárinak a vállalkozó kedvét. Pontrugásokban pedig lehet bízni. Ápolásra lesz szükség. Ha jól látom, Maxim maradt lenne a földön. És ha jól látom, rövidesen cserélni fog majd Alekszandár Stevanovics. Hárman is nagy tempóban öltöznek itt a kispadnál. Haruna, Farkas, illetve ha jól látom, akkor Rédling készülődik játékra. És a Moson-Magyaróvár is cserél. Tifán Péter érkezik majd a hazaiakhoz, és a jelek szerint Maxim Pukti Tijajev nem tudja folytatni a játékot, így Tifán Péter érkezik a helyére, és rövidesen az is kiderül, hogy a szegedi csapatban milyen változtatások történnek. De lehet, hogy megvárja még ezt a pontrugást Stevanovics. Nem várja meg. De mégiscsak megvárja. Na lássuk, mi lesz belőle. 22. perc a második félidőben. Szilágyi emelkedik. Delesen helyezkedett. Így aztán szabadrugás kifelé, és akkor most lehet cserélni. Farkas, Haruna, Rédling. Hármas tehát a szegedi csapatban. Lejön Simon, Prosser, valamint Rácz. És az azt jelenti, hogy egy változtatási lehetősége maradt a szegedi csapatnak. És Farkas Aurél kapja Simon Ádámtól a csapatkapitányi karszalagot. Haruna megy a center pozícióba, Rédling a jobb szélen fog futballozni, Farkas Aurél pedig a középpálya tengelyében szerepel a továbbiakban. Szilágyi, Köncei, Tifán azonnal megtámadja őt. Tifán. Nagy messzhúzás Nagy Zoárd és Szilágyi között. Farkas.
Szilágyi. Csak hátra vezet az útja. Nehéz áttörni ezt a masszív mosómagyaróvári védelmet. Szabad rúgás lesz. Véget terítette földre Kővári. Jól előzte meg emberét Szilágyi. Harunak küzd becsülettel. És begörcsöl az óváriak játékosa. Debreceni segíti ki őt. Megint csak Vég volt az, aki kapott egyet, de Szent a béke, le is pacsiznak Harunával. Húsz perc van hátra a mérkőzésből. 1-0-ra vezet a Mosonmagyaróvár. Nagyot sprintelt Simita, de nem sok sansza volt beérni ezt a labdát. Szilágyi. Egy keresztlabda a túloldalra. El is jut Kundrákhoz. Bedobás lesz. Nagy Kevin vágta ki touchra. Haruna. Farkas nem lőtte el, hanem visszaszerette volna játszani Harunának. Talán jobban járt volna, ha ellövi, hiszen nagyjából egy olyan 18 méterre lehetett a kaputól. Emlékezhetünk a Siófok ellen. Hasonló szögből lőtt egy hatalmas bombagolt Farkas Aurél. Még az őszi mérkőzésen. Itt választ vajon Köncei, bíró, Melkassal teszi vissza Köncei elé, de kint volt már, úgyhogy visszakerül a labda a hazaiakhoz, és megint csak cserélni fog Subka Attila. Tizenhetessel Illés Dávid jön le a pályáról, az óvári a gólszerző, és az a Szalka Dominik érkezik a helyére, aki ősszel a Szent Gellért Fórumban győztes gólt szerzett. Sokáig kivárt a játékvezető, hogy tud-e előnyszabályt alkalmazni, de hát ez sem volt egy olyan hú de nagy szabálytalanság. Sajnos azért ebben a szezonban, ha egy ilyen típusú ellenféle szemben hátrányba kerül a Szeged, akkor azért nehéz visszakerülni a ritmusba. Ugye a szentlőrinci mérkőzések nem túl szép emlékűek, vagy éppen a Dorog ellen idegenbeli találkozó. Szilágyi. Jól fedezi a labdát. Farkas. Jön a beadás. Szakály tisztáz. Simita.
pontatlan volt. Negyed óra van hátra a rendes játékidőből. És egyelőre nem találja a fogást az ellenfélen a Szeged. Szakály. Üres a jobb oldalon Köncei. Riedling egy köténnyel próbálkozott, de nem tudta Deákot becsapni. Farkas. Elég szép kis csörte az ott Riedling és Deák között. És aztán lemarad a földön Deák. Mehet tovább, hát nem feltétlenül kell megállni ettől, hogy Deák lemarad. Farkas tekeri középre, jön ki a kapus, de nem a legmagabiztosabban, de végül is ki tudta öklözni. Nagy Kevin pedig kirúgja, hogy lehessen ápolni. És érdemes visszanézni, de kétszer keményen odasózott Deák Riedlingnek, aztán a harmadik párharcot már úgy vívta meg a szegedi szélső, hogy Deák húzta a rövidebbet. Lehet, hogy kiugrott a válla az egykori szegedi hátvédnek. A vállát fájlalja Deák, de úgy tűnik, hogy folytatni tudja majd a játékot, addig is hátmenetileg ember hátrányban a hazaiak, Kundrák pedig sportszerűen visszaadja a labdát, hiszen azért rúgták ki a hazaiak, hogy lehessen ápolni. Ki is egészült ebben a pillanatban a Mosonmagyaróvár. Nagy csata a labdáért, aki élesz végül. Paphoz kerül, ő pedig azzal a lendülettel vissza is küldi a sűrűbe. Takácshoz kerül hátra, és akkor át lehet forgatni a túloldalra. Köncei azonnal támadja őt az ellenfél. Most sikerült átfűzni Deákot Riedlingnek. Na végre, a játékvezető észhez kap és ad egy sárga lapot. Tifán Péter nem engedte elvégezni a szabadrúgást. Köncei, érkezik majd Géresi a szegedi csapatba, ez lesz az utolsó cseréje Alexander Stevanovicsnak. Ugye ő is sérüléssel küszködött. Kimaradt a Tisza Kécske ellen a meccskeretből, de most ott van és bizonyíthat. Hosszabbítással együtt talán egy negyed óra jut neki. Farkas. Köncei egyből beközépre, ez még így jó lehet. Kundrák bólintana. Aztán Riedlinget látja szabálytalannak a játékvezető. Kundrákot váltja majd Géresi, méghozzá ebben a pillanatban. És megint ápolás lesz, úgyhogy megint áll a játék. Hát nem egy szép mérkőzés, az azt kell, hogy mondjam. Ebben a pillanatban lépett pályára Géresi, aki ugye a válogatott szünetet megelőzően a Budafok otthonában megszerezte első gólját a csapat színeiben. Azóta viszont nem lépett pályára tétmérkőzésen. Reméljük, hogy ott folytatja, ahol akkor abba hagyta. Nyolcvanadik perc. Szép kis szendvics volt.
Géresi nem tudta átvenni. Nagy Kevin. Kővári vele szemben. Kemény csata, de szabályos, és Kővári nyerte. Szilágyi. Szakály. Jól simította le Géresi, és ez a labda is jó. Haruna nem tudta maga elé venni, és nem megy ki szögletre, mert debreceni elérte még a labdát az alapvonal előtt. 10 perc van hátra a mérkőzésből. Géresi. Hú, de szép csel volt. Géresi. A 16-oson belül Géresi ellövi, és megfogja a kapus. Nagyon szép egyéni villanás volt ez most Géresitől, de sajnos nem tudott túljárni Henrik kapus eszén. Nem iparkodik túlságosan Deák ezzel a bedobással. Nagy Zoárdot nézte ki magának, hátulról fogja őt Szilágyi, de beteszi középre Nagy, és aztán Tóth vágja ki szögletre. Hát azért jócskán lesz majd ráadás, remélhetőleg. Rengeteg ápolás, sérülés, és így ugye hajrába értünk már, az idővel is játszik alaposan a hazai együttes. Valaki adja be gyereket. 37. perc a második félidőben. Élesen a kapu elé lövik a labdát, de sikerül tisztázni. Vukasovics. Rédling, jól tette tovább, Szakály, Farkas, visszazártak többen, és aztán egy könyökös, Bírót könyökölte le hátulról Pap, és ugye neki már van egy sárgája. Teljesen egyértelmű volt, hát lekönyökölte gyakorlatilag hátulról Bíró Bencét. A 38. perc a második félidőben, Haruna felé száll a labda, le tudja fejelni középre, és Henrik fölszedi a berobbanó Szilágyi elől. Rövid időn belül a második ígéretes szegedi helyzetet láthattuk, ugye az előbb Géresi egy szép szóló végén tüzelt, most pedig nem sok hiányzott, hogy a Szilágyi belepiszkáljon a labdába. De nagy csata volt ez is, de mehet tovább. Vég, áthúzza a jobb lábára, majd aztán át is forgat a jobb oldal felé. Kővár is tukkolta ki tacsra. Nagy Zoárd. Tóth, labda volt, hiába OB-gatnak a hazaiak. Haruna, ez viszont nem volt labda. És ugye Pap Szilárd továbbra is egy sárga lap büszke birtokosa. Lassan kijárna már neki egy második. Szakály. Köncei. Erős volt neki ez a labda. 6 perc van hátra a 90-ből, ápolás lesz, legalábbis lenne a földön az egyik óvári játékos. A játékvezető most érdeklődik, hogy mi a helyzet, persze jönnie kell az orvosi stábnak, hát...
Ez a 30. forduló a Mercantil Bank Ligában. Hát állítom, hogy legalább 27 Szeged mérkőzés ennél látványosabb volt. De még nincs veszve semmi. Hosszabbítással együtt azért van még hátra jócskán idő. Jó lenne pontot rabolni, legalább egy pontot elrabolni a Mosó-Magyaróvár otthonából. Nagyot dobott Deák. Szilágyi. Szakály. Ezúttal pontos labdát adott Könceinek. Jön az élesen, középre tett labda, Haruna robbant be, de hosszú még ott lehet a helyzet. Bíró, Riedling lövi el és blokkolja Debreceni. Bepréseli ellenfelét most a Szeged. Az hosszúnak tűnik. Kővári nagyot sprintel. Riedling. Géresi venné le. Tóth. Tudta hozni a szorult helyzetből a labdát az Óvár, de visszakerült a játékszer a szegediekhez. Szilágyi. Még egy huszáros hajrát kellene itt produkálni a pontszerzés érdekében. És az utóbbi percekben érezhetően kezdeményezőbbé vált a szegedi csapat. Kővári. Mehet tovább, labda volt. Géresi. Befelé húz, Géresi még. Nagyot kiáltott az egyik hazai játékos. És aztán előre vágja a vakvilágban Nagy Kevin. Szilágyi. Talpon már Vukasovics, aki az imént egy hatalmasat ordított. Szakály. Kővári, van előtte terület, bátran húz befelé, Haruna leperdíti, és ott a lövőhelyzet, gól! Megvan a hajrában az egyenlítő gól! Abszolút megérdemelten! 3 perccel a lefújás előtt egyenlít a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Nagyon szép volt a fölpassz Kőváritól, Haruna pedig remekül perdítette le. És ha jól láttam, akkor Bíró Bence volt az, aki kapuba juttatta a labdát. A Géresi volt, elnézést kérek. Géresi második gólja tehát a szezonban. Ugyanak ütközett Kővári. Az lehet, hogy lap lesz, sárga lap. Sárga lapot kap tehát Kővári. Nagy Kevin kapott egyet hátulról. Kemény csontzene volt. Na de visszatérve az előző gólhoz, az a most besárguló Kővári nagyszerűen indult el befelé, látta, hogy ott van a terület, és a csereként beálló Haruna pedig szépen perdítette le az ugyancsak csereként beálló Géresinek, aki nem lacafacázott, hanem bevágta Henrik kapujába. 1-1, és megint a hajrában szerzett fontos gólt a Szeged. Ez egy nagyon jó tulajdonság a Stevanovic csapatának ebben az idényben. Viszont még nem lehet hátradőlni, hiszen veszélyes helyről jár szabadrugás. 89. perc, szabadrugás, de kellemetlen volt, de megfogja Takács, és ki se pattant róla. Szalka Dominik próbálkozott. Géresi. Riedling.
Köncei. Újabb centerezés, Géresi. Szakály, Farkas. És lehet menni előre a győzelemért. Mindjárt kiderül, hogy mennyi lesz a ráadás. 5 perc. Ennyit írt be a digitális táblájában a negyedik játékvezető Szilágyi. 5 perc van, hogy az egy pontot még kettővel kiegészítse a Szeged. Farkas. Jól helyezkedett. El is indult ez az 5 perces ráadás. Kővári. Megint befelé húz, mint a gól előtt. Kővári még mindig ellövi, és leír rá Henrik. Nagyon megjött a kedve Kővárinak. És bizony nem tudnak most vele mit kezdeni a hazai védők. Takács. És érezhetően megfogta ez a bekapott gól a Moson-Magyaróvárt. Vukasovic. Belelép az indításába bíró. Géresi. Nem volt még kint. Géresi. Nem tudott elmenni sajnos Papp Szilárd mellett. Kővári. Szilágyi. Köncei, Riedling, Farkas lépett be az üres területbe. Szilágyi, teljesen beszorul a Moson-Magyaróvár. Tóth. Kővári. Jön a középre tett labda, debreceni fejeli le, de Farkas elé kerül, ez pedig szabadrugás lesz befelé. Végpakolt oda a csapatkapitánynak, és egy nagyon jó helyről járó szabadrugás a mérkőzés utolsó perceiben. Szakály állítgatja a labdát, de ott van Géresi, Farkas, illetve Haruna is. Kiváló szög. Nagy lehetőség. Na vajon mit fundál ki a szegedi kupak tanács? Tóth Bence is ott van, mint ballábas játékos. Farkas eljön onnan. Könnyen lehet, hogy az utolsó gólszerzési lehetőség ez a mérkőzésen. Kilencvennegyedik perc. Lássuk, ki fogja előni a szabadrugást. Szakály tekeri el, nem is rossz, és kipaskolja a kapus. Befért volna a léc alá. De megmenti még Géresi, úgyhogy lehet belőle még helyzet. Szakály. Köncei, hát a hosszúra ott Haruna érkezik, és le sem volt sajnos, úgyhogy szabadrugás kifelé. Nincs már sok hátra, de egy támadás még beleférhet. Henrik küldi előre. 95. perc. Szegedi dobás lesz. Kővári azonnal el is végzi. Farkas. Most a hazaiak jöhetnek. Nincs játékban a labda. Jó a megelőző szerelés Szilágyitól. Haruna. Sarokkal tovább. Riedling visszaszerzi, bíró elől vágják fel az égbe. Szakály. Tóth. Kővári. Na kié lesz a labda? Visszakerül Kővárihoz, az utolsó helyzet lehet ez minden bizonnyal a meccsen. Nem volt les. Géresi az alapvonal felé húz, a hosszún érkezik Riedling, el is jut hozzá a labda, csak nem tudja átvenni első szándékból.
Rédling, finom passz, Farkas lekészíti Könceinek, átnyesi a hosszúra Haruna, kifejelik előle, de megint lesen volt Haruna, és könnyen lehet, hogy ezzel előtte utolsó puskaporát is a Szeged, hiszen letelt az előrejelzett 5 perces ráadás. Perc. Henrik még engedi a játékvezető, de csak eddig véget ér a mérkőzés. A Szeged Csanád Gosics Akadémia 1-1-es döntetlen tért el a Mosonmagyaróvár otthonában. A hazaiak a második félidő elején szereztek vezetést Illés góljával, a szegediek pedig a csereként beálló Géresi góljával a hajrában megmentették az egyik pontot, és az összképet nézve itt a hajrában közelebb is állt Stevanovic csapata a győzelem megszerzéséhez. Szerdán az Ajka érkezik a Szent Gellért fórumba, egy hét múlva pedig majd Kozár Mislenyben lép pályára a szegedi együttes. Én addig is megköszönöm megtisztelő figyelmüket és búcsúzom, viszont látásra, viszont hallásra, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok még egyszer.